Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A Weekend mai adásában megmutatjuk Önöknek a Váci Mihály Kulturális Központ legújabb kiállítását. Mindent megtudhatunk az év hüllőjéről, szó lesz a házasság hetéről, és azt is elmondjuk, mikor indul a hangpróba új évada itt a Kölcsei Televízió képernyőjén. Mindenek előtt a Kálai gyűjtemény legújabb kiállítására invitáljuk Önöket, melynek középpontjában a Geszterédi aranyszabja rekonstrukciója áll. Itt a felső Tiszavidéken, nevezetesen Szabolcs megye területén, illetve a Bodrog közben találjuk azoknak a rendkívül gazdag férfi síroknak a nyomait és hagyatékát, amelyekhez hasonlót a Kárpát-medence más pontjain egész egyszerűen nem lehet megtalálni. Tehát ezek a leggazdagabb férfi sírok a 10. század első feléből, olyan rangjelző tárgyakkal temették el ezeket a férfiakat, mint például az aranyozott ezüst veretes öv, a tarsolylemez, szintén aranyozott ezüst lemezből, az aranyozott ezüst veretekkel díszített íjtartó tegez, illetve végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, az aranyszerelékekkel vagy aranyozott ezüst lemezekkel díszített szabják. Most mindezek alapján úgy tűnik, hogy ezek a férfiak a 10. század első felében uralkodott magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének a vezetői lehettek, és ezek a tárgyak, amiket az előbb említettem, az ő rangjukat, méltóságukat fejezte ki, jelezte a külvilág számára, tehát ha valaki rájuk pillantott, azonnal tudta, hogy kiről van szó. Ők lehettek a korabeli kalandozó hadjáratok vezetői, közülük kerülhettek ki a fejedelmeknek a tanácsadói, nyilvánvaló részesei voltak azoknak a sorsdöntő tanácskozásoknak és döntéseknek, amelyek ezen a területen születtek, és amelyek a magyarság későbbi sorsát is megszabták. Közülük az egyiket temették el Geszteréden, és most romjaiból sikerült újjáépíteni azt a pompás vezéri fegyvert, amely ismét segít elképzelnünk azt, hogy hogyan nézhetett ki annak idején egy ilyen pompás öltözetű és fegyverzetű nagyfőnök a honfoglaláskori sírban. Azért mondok vezért vagy nagyfőnököt, mert a korabeli megnevezésüket nem ismerjük. Így csak jelezni tudom körülírással azt, hogy a hajdani társadalom legfelső rétegébe tartozó, kiemelkedő rangú emberek lehettek. Ez a kiállítás úgy jött létre, hogy a Geszterédi Aranyszabja Társaság Alapítványa ajándékozással fordult a József András Múzeumhoz, hiszen felajánlották ajándéként ezt a gyönyörű szép aranyszabját. Ez múlt hét szerdán aláírásra is került ez az okirat, és ezzel a tulajdonába került a múzeumnak, és úgy döntöttünk, hogy a Magyar Kultúra Napján kiegészítve 8 darab tarsolylemezzel ez a nagyvilág előtt is bemutatkozik. Minden részlete pontosan ugyanolyan nemes anyagokból készült, mint az eredeti, ezért rekonstrukciónak és nem másolatnak nevezik. Ennek elkészítése 62 ember munkáját igényelte 5 éven keresztül, végül 14 millió forintból készült el. Eszmei értéke azonban jóval több, 40 millió forint. Sokfajta szakmát művelő embernek a munkájáról van szó. Itt mindenki hozzáteszi a maga szakértelmét. A régész nyilvánvaló az ásatáson túl hozzáteszi azt a tudást, amit a szakmájából magára szedett, hogy hol látott még ilyen fegyvert, annak milyen díszítményei voltak, összevethetők-e ezzel, vagy éppen teljesen mások. Azok a díszítmények hol helyezkedtek el. Az ötvös, a cizellőr természetesen ötvös szemmel nézi ezeket a díszítményeket, és nagyon gyakran, mint jelen esetben is, olyan részleteket is észrevett, amelyre a régész eleve nem figyel föl, mert hát nem ért hozzá, nem ez az ő dolga. És végül, de nem utolsó sorban, ide tartozik a fegyverkovács, ez megint egy teljesen külön szakma, sőt művészet, aki a hajdani rozsdaette penge mintájára, adnak a pontos méreteit és felépítését, szerkezetét ismerve elkészítette azt a fegyvert, amire ezek a aranyozott ezüst díszítmények, vagy aranydíszítmények rákerültek. Tehát így gyakorlatilag sok-sok ember együttműködésének a gyümölcse ez a
szabja, de ehhez még hozzávehetünk másokat is, restaurátorokat, akik megtisztították a leleteket, bőrműveseket, akik a szabja markolatának és a hüvelyének a bőr borítását kivitelezték, azokat a fafaragókat, akik elkészítették a szabja markolatának a lemezeit, illetve a tokjának a fa burkolatát, és még számos más szakembert. Egyik a másik nélkül nem boldogult volna, ez csak így működik. Az 1927-ben Disznó Konda által kitúrt aranyszabja nem csak nemzetközi szinten fontos leletanyag, a geszterédieknek is egy jelkép. A település lakóinak gondolom ugyanazt jelenti, mint ahogy nekem is, amikor ez ki mondjuk, hogy geszteréd, akkor mi nekünk a szívünk összeszorul. Amikor meglátjuk a feliratot, akkor is összeszorul a szívünk, de viszont most az aranyszabjával egy nagyon-nagyon hosszú évtizedes emlékeztetés jutott az eszünkbe, mert volt egy tanár, aki nálunk minden évben elmondta az aranyszabja történetét, és mi csak hallgattuk állítattal, de most ez valójában megvalósult a rekonstrukciója, és azt hiszem, hogy mi a múltunkra büszkék vagyunk, és itt csak a hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik hozzátettek bármit is. Ugye nem csak az aranyszabja van a kiállításban, hanem ezek a különleges tarsolylemezek is. Ezeket honnan gyűjtötte össze a gyűjtemény? Tulajdonképpen a József András Múzeum azért is büszke lehet, mert az Kárpát-medencében 28 darab tarsolylemez találtak, illetve ástak a régészek, ebből 8 darab a múzeum tulajdonában van. Ezt tulajdonképp több helyről, Rakamazról, Tiszaeszláról, más helyszínekről került elő, de mind megyebeli helyszínek, úgyhogy ezért is érdekes és izgalmas ez a kiállítási anyag. Ugye most is egy osztott kiállításon vagyunk, hiszen a terem másik oldalában egy másik kiállítás van. A kettőnek ilyenkor van kapcsolat? Tehát figyeltek arra, hogy valahogy össze lehessen kötni a két kiállítást? Nincs, de tulajdonképpen akkor, amikor helyszín kellett választani ennek a kiállítás anyagnak, elsőként vállaltuk, hogy itt bemutatásra kerül a geszterédi aranyszabja, illetve geszterétől rakamazik című kiállítás. Az, hogy mellette egy kortárs képzővésznek a kiállítása van, itt tényleg a múlt és a jelen találkozik. A geszterétől rakamazik című kiállítás március 2-ig látható a Kállai gyűjteményben. A tervek szerint ezt követően bejárja a megyét, majd az ország különböző múzeumaiban lesz látható időszaki kiállítások formájában. És az sem kizárt, hogy országhatáron kívülre is viszi a honfoglaláskori magyarok hírét. A Kállai gyűjtemény következő kiállítása az idén 80 éves holokauszt emlékére nyílik majd március közepén. Soha nem látott mennyiségű programot szervezett tavaly a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda, az ülések helyszínét pedig a Mustárház biztosította, hogy mi minden történt itt tavaly, és mi lesz az idén, arról Varga Zsuzsával beszélgetünk. Szia, jó estét! Szia! Ugye arról beszélgettünk itt, ahogy beültél, hogy még lehet, hogy még mindig van olyan nyíregyházi, aki csak úgy sejti, hogy mi lehet ott, és el se tudja képzelni, hogy vajon mustárt lehet kapni, vagy mustármagot, vagy valamilyen rendezvényt lehet lebonyolítani, úgyhogy azért úgy nagy általánosságban, hogy ha pár mondattal kellene bemutatnod a mustárházat, akkor hogy szólna? A legegyszerűbb szerintem úgy bemutatni, hogy mi egy közösségi térként tevékenykedünk, ugye a Mustárház IIT az elnevezésünk, tehát ifjúsági információs és tanácsadó iroda, úgyhogy közösségi térként működünk, és elsősorban a nyíregyházi ifjúságért vagyunk, akár térként, akár szervezetként, és hát ugye, ahogy te is említetted a diák polgármester irodát, az iroda pedig ott működik, és mi, mint mentorszervezet próbáljuk az ott tevékenykedő fiatalokat terelgetni, irányítani, illetve segíteni. Elsősorban a középiskolások azok, akik leggyakrabban látogatnak titeket, vagy már mondjuk az általános iskola felső tagozatából is vannak merészebbek, akik próbálkoznak ismerkedni magával a mustárházzal. Egy ideig csak a nyíregyházi középiskolás sok voltak a célközönség, viszont most már el tudom mondani, hogy az elmúlt pár évben már vannak olyan, hát idézőjeles, elvetemült fiatalok, akik már 7.-8. osztályban is oda találnak hozzánk, illetve picit már kibővült a kör, akár a főiskolásokkal, illetve egyetemistákkal is. Ez leginkább az elmúlt évben volt jellemző, hogy most már
a Nyíregyházán tanuló debreceni egyetemistákat, egészségügyi karon tanuló egyetemistákat is sikerült már megszólítani, úgyhogy már most igazán kiterjedt ez a kör. És hát ugye, hogyha mondhatom, akkor a mostani diákpolgármesterünk Zsófi is, azt hiszem 7-es vagy 8-os volt, amikor odajött hozzánk, és igazából ő onnan nőtte ki magát diákpolgármesterré. Akkor üzenjük a felsősöknek, hogy jó lesz beírni a naptárba, hogy valamikor ugorjanak be. Ez egyébként bármikor lehetséges? Tehát akármelyik nap valaki úgy dönt, hogy bemegy akár melegedni egy kicsit, vagy olvasgatni, akkor van erre lehetőség? Így van, ez az iroda, ez hétfőtől péntekig, reggel 8 órától délután 17 óráig nyitva van. Ugye, mivel nagyon sok programunk van, ezért nem ritka, amikor szombat-vasárnap is benn vagyunk, tehát sok szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat, illetve akkor nagyon gyorsan megragadnám a lehetőséget, hiszen már évek óta megszervezzük februárban a Városi Diák Parlamentet, és hát ugye hamarosan az iskolákba ki fognak menni ezek a felhívások, illetve a meghívók, és már most szintén azt tudom mondani, hogy évekre visszamenően már küldjük az általános iskolásoknak is, és főleg a felsősöknek, hogy vegyenek részt ezen a rendezvényen, hiszen nagyon sok olyan dolog elhangzik itt, ami már számukra is igazán érdekes lehet, illetve tudnak belőle tanulni vagy fejlődni. Azzal kezdtem a beszélgetést, hogy soha nem látott mennyiségű program volt. Mik voltak a legjelentősebbek, vagy a legérdekesebbek? Hogy értékeltétek? Ez így van egyébként, hogy nagyon-nagyon sok program, mind a diákpolgármester iroda, mind pedig a Mustárház tekintetében rengeteg programot sikerült megvalósítani, és én úgy érzem, hogy az elmúlt egy-két évben leginkább ezek a nemzetközi projektek azok, amik igazán számottevőek, és nagyon megragadják a fiatalokat, és ezek közül is, ami érdekes lehet számukra, ez pedig az ifjúsági cserék. Nagyon sok fiatalt küldtünk ifjúsági cserére, illetve fogadtunk ilyen csoportokat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek, amik igazán számottevőek mostanában. Ugye az nyitvatartást említetted, hogy 5 óráig, de azért volt olyan rendezvény, amikor éjszaka is nyitva voltatok. Ahogy olvastam, volt itt például a Karaoke Night is. Jól sikerült? Igen, ez egy kifejezetten jól sikerült esemény volt, és pont a debreceni egészségügyi karosok vettek részt, és aki követi a Mustárháznak az oldalát, az láthatta, hogy bizony 25 országból voltak itt fiatalok, és már sok esetben el is szoktunk azon gondolkodni, hogy lehet, hogy ki is növi magát ez a kooperáció, és már sajnos nem a Mustárházban fogjuk ezeket az alkalmakat tartani, mert hogy tényleg, tehát hogy tele volt majd, hogy nem minden irodánk, annyira jól sikerült ez a program. Igaz, hogy voltak átjárások, meg mozgolódások, de mondhatom, hogy ez egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. Hát igen. Azt gondolom, ezért érdemes dolgozni, ugye, amikor teljesen telt ház van. Ebben az évben mi lesz még? Ugye most említetted akkor a diákparlamentet, egy pár nagyobb eseményt, hogyha megvillantanánk a nézőknek. Ugye mi már látjuk egyébként a teljes évet, de hát megpróbálunk mindig valamennyire, tehát nem annyira előre szaladni, tehát lépésenként. Ugye most februárban lesz ez a rendezvényünk, de az ifjúsági cserék azok folyamatosak. Január elején már elindult egy csoportunk Izerlomba, Krosznóba vannak most, aztán folyamatosan fognak kimenni fiatalok. Tehát ez majd, hogy nem az egész évünket lefedi. A idézőjeles kötelező rendezvények, amivel a nagyobb közönséget is be tudjuk vonzani, ezek a táncházak, vagy versestek, most lesz majd jazzkoncertünk is februárban, ugye az önkormányzat közösen minden évben a központi ballagás vagy kapcsolskönyv megszervezése, de hát a részvételi projektünk is folytatódik a Szatmár Németiekkel, a Családok Átmeneti Otthonával a szolidaritási projektünket fogjuk most lezárni, tehát azért van aktivitás. És ugye hát azért nyáron már ott az udvart is meg lehet tölteni, volt rá precedens, hogy ott is voltak előadások, fellépők, úgyhogy gondolom, hogy ebben az évben is terveztek majd hasonló bulikat. Így van, és nem csak nyáron, hát a fiatalokat ismerve, amint egy
kicsit is jobb az idő, akkor ők már oda kitelepülnek, úgyhogy újra lehet számítani majd igen, tehát ilyen kis összeröffenésekre, vagy csapatépítő dolgokra is, akár egy grillpartira, de említhetném, volt már kint mozi est is, úgyhogy persze, természetesen megpróbáljuk a háznak minden centiméterét beélni, és mindenhová valami kis programot szervezni. Igen, hát nyilván mivel a belvárosról van szó, nagyon késő éjszakáig nem lehet mulatozni, hogy a lakókat ne zavarjátok, de szerintem azok a fiatalok, akik részt vesznek ezeken a programokon, tudják, hogy mik a kulturált szórakozás alappillérei. Zsuzsa, köszönjük szépen, nagyon szép évet kívánunk nektek, és sok jó programot. Nagyon szépen köszönöm. Ahogy az adás elején ígértem, ellátogatunk a Váci Mihály Kulturális Központba. Nos, elérkezett az idő. Lássuk, mit kell tudni a február 22-ig látható Színtársaság című kiállításról. Csendéletek és tájképek láthatók ezen a nyíregyházi tárlaton. A kiállítás különlegessége, hogy három amatőr alkotó akvarelljeiből mutat ízelítőt a közönségnek. A festmények témájukban és technikájukban ugyan hasonlóak, az alkotók látásmódja azonban különböző. Ezt már H. Német Katalin grafikus művész mondta el a tárlat megnyitóján a Váci Mihály Kulturális Központban. A legnépszerűbb műfajok így nehézségi sorrendben és a közízlést figyelembe véve a tájképek, a csendéletek, a portrék, az akt, az életképek, és ők ebből a két elsőt művelik. Leggyakoribb témájuk a tájkép, és néhány csendélet is, és a tájképben valóban, hogy is mondjam, eredetit alkotnak, mert különben nem itt lennének, hogyha csak olyan közhelyszerűen csinálnák, eredeti a látásmódjuk, a képkidolgozás, de mind a hárman az angol akvarell szerint dolgoznak, vagyis ami azt jelenti, hogy nem használnak semmi olyan technikát, amely idegen a vízfestéktől. Amatőrként ezt a technikát elég könnyű, ez csak azt különözi el őket egymástól, az egyéni látásmód. Ma már a kortárs művészetben nem lehet újat kitalálni, tehát senki nem tud már újat kitalálni. Merem már mondani, hogy majdnem mindenki van találva, viszont az egyéni látásmód, a látószög, a megoldások, a témakeresés, ez az, ami elkülönizi egymástól őket, és esetleg a később kialakuló, rájuk jellemző sajátos színvilág. Érdekesség, hogy mindhárom alkotó az egészségügyben találta meg hivatását. Szakmáját tekintve Porkoláb Éva pszichológus, Bobula Zsuzsa belgyógyász házi orvos, Lukács Edit pedig belgyógyász kardiológus. Elmondásuk szerint mindhármuknak a festészet nyújtott tartalmas feltöltődést. 40 évig dolgoztam az egészségügyben, és gyakorlatilag én gimnazista koromban is sokat rajzoltam, utána az egyetemen ezt abba hagytam, és később megint hiányzott a kreatív foglalkozás, meg a szakmám olyan volt, hogy ki kellett kapcsolódni. Az emberi kínlódás, szenvedés, fájdalom, és ennek ellenpontjaként újra elkezdtem rajzolni és festeni, és autodidakta módon rengeteget ügyeltem, tehát nem volt időm nekem járni ide-oda tanulni, hanem amikor szabadidőm volt, akkor csináltam. Imádom kísérletezni, mindig más technikával, hogy mit akarok kifejezni, attól függ, hogy mit használok, milyen technikát. Egyszerűen élvezem. Ezen a kiállításon mit láthatnak a nézők? Hát itt főleg tájképeket látni, de az is, hogy azért választottam a különböző technikákat, mert a szatmári falukban a kis templomok tisztasága, egyszerűsége az egyszerűen megkapó. És például azért választottam azt a kifejezésmódot, vagy az egyszerű parasztházak, szép, egyszerű, régi, tiszta parasztházak. Tehát egész más hangulata van, mint egy tiszai tájképnek. Például a tiszai tájképek is nagyon szépek ősszel, tavasszal, nyáron, és ezek is megkapóak tudnak. Szeretem, hogy egy kicsit sejtelmessé válnak a dolgok, ezkor egy másik technikát alkalmazok, tehát egyszerűen élvezem a kísérletezést.
Ezek csak akvarellek, de mellette szoktam akréllal, olajjal festeni, meg imádok rajzolni grafittal. Nyíregyházán volt-e már kiállítása? Hát régen volt egy ilyen orvos képzőművész kiállítás, egy gyógyszercég szervezte évekkel ezelőtt, akkor meghívtak, meg Fehérgyarmaton a szatmári közösségnek volt egy ilyen művész csoportja, ott minden évben kiállítottunk, csoportos kiállítás volt minden évben Gyarmaton. Nagyon-nagyon-nagyon, azelőtt nem festettem, én szeretek olvasni, tanulok, kvantumfizika érdekelt valamikor, fizikus akartam lenni. Aztán az egészségügy, tehát az orvoslás mellett döntöttem belgyógyászként, most már házi orvos vagyok, és akkor mindig volt tehát valami, amit szerettem csinálni, tehát amit egy kicsit feltöltött, kikapcsolt a gyerekek mellett, és 2010 volt, ha emlékeznek az emberek, ott volt egy nagy árvíz, tehát ott a környékünkön, Felső-Zsolcán élünk, és az egy olyan nagyon nehéz év volt, amiatt is, más miatt is, és az olvasás, mint olyan, az már nem volt elég, tehát nem fogtak meg a könyvek, és teljesen a gyerekeknek vettem a tanfelszereléseket meg, és akkor vettem magadnak egy olajkészletet. Abszolút autodidakta módon. Aztán aki hisz a tudásba, a tanulhatóságba, megvettem a könyveket, és rájöttem, hogy tehát én a felét vagy nem így csinálom, vagy nem értem, amit mondanak a könyvek, de aztán valahogy ez kialakult a festés. És mikor kapta az első visszaigazolást, visszacsatolást arról, hogy ön valójában tehetséges is? Magamnak olajfestéssel kezdtem. Miskolcon van egy képkeretező galéria tulajdonosunk. Ő az, aki nagyon sokat segített nekem, egy Nórika, aki támogatott, aki örült, és ott 3 év múlva csináltam egy nagy kiállítást, szerintem az úgy nagyon korai volt, de ott jó visszhangok voltak, és utána jött az évben, találkoztam ott a kiállításomon egy rajztanárnővel, aki elhívott a Sárospatakiakhoz. Mi az, ami elsősorban foglalkoztatja, mert ugye első ránézésre azért a csendéletek azok, amik kitűnnek? Alapvetően én maximalista vagyok, tehát törekszem munkámban is, mindenben is valamiféle tökéletességre, tehát hiszek abban, hogy van valami jó, meg szép, ami független tehát az embertől. És elképzelhető, hogy ez, hát nyilván én is csak gondolkodok rajta, tehát ez a munkánk az nem mindig könnyű, tehát házi orvoskodok, az egészségügynek meg vannak a maga buktatói, maga nehézségei, szépsége, és valamiféle lelkem örömére, vagy nem is tudom, tehát igazán ebben hiszek. A csendéletek azért, mert én hiszek abban, hogy amit látok, azt próbálom átadni. És nyilván a csendéletek azok a legegyszerűbb, amiket ott ülnek, tehát mindegyiket meg tudom mutatni, hogy hol, melyik parton, melyik mezőszélén, melyik ilyen közös festés kapcsán születtek ezek a képek. És miért pont ez a technika a legkedvesebb önnek? Az akvarell, nem is tudom, tehát az vagy 6-7 éve akvarell ezek. Egyszerűen tehát imádom, úgy gondolom valamilyen módon, tehát a lelkemnek a meghosszabbítása az ecsetvég, tehát azon talán úgy megjelenik rajta. És igazán, amit még így közvetítendő, tehát én nekem ezek mind 95% inkább a szívemmel készült képek. Tehát én ott vagyok, én abba belefeledkezem, ez a flow élmény, és igazán csak próbálom visszaadni ezt a szépséget, vagy ezt az érdekességet, amit egy-egy csendéleten én látom. Amatőrként mennyit foglalkozik, mennyi ideje jut egyáltalán ezzel foglalkozni? Otthon nagyon keveset, tehát vannak ezek a táborok, nyáron van 3-4 olyan művészterep, ahová sikerül eljutnom. Sárospatakiaknak van 2 hetenként egy ilyen pataki kör, oda is ritkán jutok el a munkám miatt. Hát igazán ennyi. Mi
most hivatalosan pszichológusként dolgozom. Ez az egyik szakmám, ami a profizmust jelenti, van róla papírom. A festésről ugye nincs, és ez az amatőrség. És körülbelül 2010 óta kezdtem el festeni, úgyhogy illetve megvalósítani is egy ilyen régi fantáziát, vágyat. Igen, 2010 óta. És azóta, hát folyamatosan nem annyit, amennyit kellene, vagy szeretnék, de rendszeresen festek. Ha lehet mondani, hogy önmagam megtaláltam az akvarellben, mással is festettem már, de az akvarell az ilyen szerelem lett, nem első látásra, de igen, szerelem lett. És szeretem a csend életet, tudom, sokan unalmasnak tartják, de hát mindegyikbe lehet valamit belelátni, vagy beleérezni, vagy az a lényeg, hogy amíg festem, addig engem ez feltölt. És azt gondolom, hogy ezzel betöltötte a szerepét az én életemben mindegyik kép. Mert én ott élek, és hát alkotni is ott alkotok. Vagy hetente szoktunk általában találkozni a Benczúr kör tagjaival, és akkor hát van olyan képem, amelyik ott az első ecsetvonástól az utolsóig szerintem kész lett, de olyan is van, hogy csak beszélgetek, és én nem vagyok az a nagyon szorgalmas alkotó, van, aki sokkal szorgalmasabban teszi ezt, mint én, de hát szerintem nem ettől függ. A Színtársaság című tárlat a Magyar Kultúra Napja nyíregyházi programjai keretében nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. A kiállítás február 22-éig megtekinthető. Kedves nézőink, most tartunk egy kis szünetet, de csak a híradó erejéig. Utána megtudhatják, mi lett az év hüllője, és hogy milyen programok várnak a párokra a házasság hetén. Maradjanak velünk! Üdvözlöm újra a Weekend nézőit! Az elmúlt hetekben sorra vettük az év állatait. Orbán Zoltán beszélt már a kerecsensólyomról, a közönséges medvelepkéről és a réti csíkról. Következzen a 2024-es év hüllője, a Kaszpi haragos sikló. Ez Magyarország legtermetesebb kígyója, 2 méter feletti hosszúságot is elérhet, vastagsága pedig egy női csuklóénak felel meg, tehát ez egy igen termetes állat. Zsákmány állatai is nagyon szélesek, eszik hüllőket, gyíkokat, más kígyókat, de főleg rákcsálókkal táplálkozik, ott, ahol megtehet és együtt él az űrge kolóniákkal, bizony a termetes űrgét is képes legyűrni, lenyelni. Ugye nem mérges kígyóról van szó, ezek a kígyók úgy zsákmányolnak, mint az óriás kígyók, gyakorlatilag megragadják a fogajukkal, a szájukkal a zsákmányt, rátekerednek, és a szorításukkal megakadályozzák, hogy a zsákmány alatt lélegzetet tudjon venni, és utána az így lefolytott ábzatot tudják lenyelni. A Kaszpi haragos sikló az alapvetően a déli mediterrán sztyep hüllőfaja. Az állománya a Balkán félszigettől a Krím félszigetig tart. Magyarország a legészak-nyugatibb szegélyén helyezkedik el a faj elterjedésének. Azt tudjuk az ilyen szegély állományokra, hogy ezek a legérzékenyebbek a környezeti változásokra. Sajnos Magyarországon az egyik legritkább hüllő, az egyik legritkább kígyó. Ugye, ahogy említettem, alapvetően a mediterrán száraz, gyepes növényzetű élőhelyeket kedveli. Ezek lehetnek síkvidékiek, és lehetnek dolomit, illetve mészkő, lejtő, sztyep réteg. Ezekből Magyarországon már nagyon kevés van. Ugye első a nagyüzemi mezőgazdaság, a szántóföldi gazdálkodás miatt. A Villányi-hegységben, a Szársomjonban egy viszonylag kicsi, de stabil, erős állománya. Aztán a Duna keleti partvidékén, Paks, Dunaföldvár, Dunaújváros térségében maradtak ilyen maradvány sztyep területek, illetve ami nagyon érdekes, hogy Budapest
határában, illetve Budapest közigazgatási határán belül is a budai oldalon vannak még nagyon pici elszigetelt állományai. Ugye nagyon érdekes, hogy a Madártani Egyesület kétértő és hüllővédelmi szakosztálya műholdas jeladókat is elhelyezett ezekben a kígyókban. És ez a kutatás felkeltette Jane Goodall-nak a figyelmét, ugye a közismert főemlős kutató természetvédelmi szakember. Azt gondolom, hogy ő az egyik, az Attenborough mellett áll, ő a másik olyan természetvédő aktivista, akit világszerte ismernek és elismernek, és ő Magyarországról látogatott, és ő engedte az első ilyen műholdas jeladóval felszerelt kígyót, aki azóta a Jane nevet viseli. Ugye fokozottan védett hüllőről van szó, természetvédelmi értéke 500 ezer forint példányonként, és a megmaradásához az a fontos, hogy ezek a még megmaradt mediterrán sztyep jellegű füves élőhelyek háborítatlanul megmaradjanak. Ugye nagyon érdekes, hogy ez a legtermetesebb kígyónk, ugyanakkor az egyik legnehezebben megfigyelhető, hiszen a rejtőszíne a sűrű gyepajnövényzetben nagyon jól elrejti. 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és a civil szervezetek széleskörű összefogásával a Házasság Hete program sorozatot. Nyíregyháza idén sem maradt ki a sorból, vendégünk Nagy Csaba atya. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is mindenkinek! Én úgy gondolom, hogy sok-sok beszélgetésen vettem részt ugye itt a víkendben, de nagyon jó emlékeim vannak arról, amikor ön erről a rendezvényről mesél, egyrészt olyan lelkesedéssel és szeretettel, és mindig van valami különleges meglepetés is ezen a héten, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 2024 is tartogat majd különleges pillanatokat azoknak, akik ezen a rendezvényen részt vesznek, úgyhogy meséljen nekünk. Hát valóban 2008 óta már megy országszerte ez a házasság hete rendezvény sorozat, ami egy egész hetet foglal magában. Itt Nyíregyházán is próbálunk ebbe bekapcsolódni, de egy héttel előrébb hoztuk, hiszen pont Valentin nap, hamvazó szerda, és hát nyilván az ember a párjával, a házastársával nem igazán akar leülni egy üveg kancsó, egy üveg víz mellé és egy száraz kenyér mellé, hanem ezért is hoztuk, és arra gondoltunk, hogy február 5, 6 és 7-én bekapcsolódunk ebbe a sorozatba, valamint február 11-én. És hát arra gondoltunk most ebben az évben, hogy hogyan ismerkedtek meg a párok, hogy mi volt az első élményük, hova mentek randira, mit tettek közösen, és arra gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha a február 5-én a Palánki Ferenc püspök atya úgy nyitaná meg fél 6-kor ezt a rendezvényt, hogy kicsit erre a helyszínen mennünk vissza, és a Kródi mozi egy ilyen alkalom, ahol majd egy filmvetítésen vehetnek részt, tehát egy kicsit úgy visszamenni ebbe egy a szerepbe. Egy kis randevú, tulajdonképpen. Igen. Ez nagyon érdekes, mert egyébként párterápiáknak is bevált módszere az, hogy föl kell idézni, hogy mik voltak a szép dolgok, mi az, amit megszerettünk a párunkban, és egy picit azzal a szemüvegen keresztül nézni ismét. Egyébként lehet, hogy a több évtized óta már megváltozott párunkat, hogy mi volt a szerethető, illetve mi az, ami most is szerethető, mert nagyon sokszor ugye ez ilyen emberi gyarlóság, hogy egy idő után sokkal inkább a hibákra figyelünk, vagy az idegesítő dolgokra, mint sem a szerethető dolgokra. Egyébként erre a randira meg nagyon sok ember éhes, még sok évtized után is olyan jó érzés egy picit kiszakadni a mókuskerékből, úgyhogy akkor rögtön a felütés megvan, tehát akár különböző helyszínről is érkezhetnek a párok, és ott találkozhatnak a Kródi moziban. Igen, most az egész Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyét szólítottuk meg ezzel a programmal, nem csak Nyíregyházán. Valamint, ahogy mondtad, tényleg a mottoja is ez, állandó megújulás. Hogy nap mint nap megújítani azt a szeretetet, amit lehet, hogy a nap végére a palás a hamu alá kerül. Tehát azt a kicsit úgy a szürkességből úgy kiragadni és újra úgy fát dobni erre.
Tehát ez a mottója, és erre is törekszünk, hogy valóban megújítsuk, és az elmúlt évek tapasztalata is mind azt mondják, hogy ezeket a rendezvényeket, ezeket a programokat, amiket szerveztünk, ezek mind-mind olyan élménnyel teliek. Hiszen ott van az, hogy a tavaly számolt be egy házaspár, hogy ők alig várják ezt a heten, mert ekkora gyerekeket van kire bízni, a babysitter osztagunk ügyel rá, és hogy együtt lehetnek csak kettesben. Mert egész évben nincs rá alkalom. Kicsik a gyerekek, állandó logisztika, a munkahely és az iskola közötti rohangálás, és amikor hazatérnek, akkor beesnek a tévé elé, vagy a hálószobába, az ágyba, és úgy nincs idejük egymásra. Pedig az lenne a cél, hogy amikor akár egy férfi, akár egy nő hazamegy a családjához, ott úgy megtapasztalja újra azt a szeretetet, azt a családi légkört, ami úgy tényleg úgy a következő napra úgy erővel tölti el. Igen, sokszor az, hogy már annyira elcsigázottak a addigra az emberek, hogyha egy óriási, nagyon értékes gyémánt ragyogna az asztalon, még azt sem vennék észre, mert hogy a mindennapi dolgok azok, mint egy ilyen kis függönyt vonnak az ember szem elé. A másik pedig, amit említettél, hogy igen, valakit megszeretünk, és szeretnénk vele minél több időt tölteni, de hogyha nem olyan szerencsés egy pár, hogy mondjuk együtt dolgoznának, bár valaki azt mondja, hogy az sem olyan jó, ha 0-24-ben együtt vannak, akkor gyakorlatilag szinte a legkevesebb időt azzal töltjük, akit szeretünk, hiszen a munkánk miatt a kollégáinkkal 8-10 órát töltünk, a közlekedéssel, stb., és akkor marad az éjszaka, amiből ugye jó esetben 7 órát alszunk, tehát valóban kevés az idő, és sokszor a munka és a mindennapi háztartási dolgok is ugye elviszik az időt, tehát értékes, minőségi időből kevés van, ezen a héten viszont sok. Milyen programok, alkalmak várnak még azokra, akik bekapcsolódnak hozzátok? Hát az első meglepetést elárultam. A második meglepetés az a Szent Imre gimnáziumon belül a kápolnában lesz. Ezt maradjon meglepetés, majd jövőre elmondom. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön el és próbálja ki. Valamint a harmadik nap szokott az lenni, hogy egy közös imádsággal, szentségimádással és áldással fejeződik be, valamint február 11-én, vasárnap délután 3 órakor Sóston a házaspárok útjára invitáljuk a házaspárokat, valamint este 6 órakor pedig Palánki Ferenc püspök atya a jubiláns házaspárokat áldja meg, akik 5, 10, 20, 25, 50, 60, 70 éve együtt veszik fel a keresztjeiket. Akik valóban jóban, rosszban együtt vannak. Sokan azt mondják, hogy a rossz memória sokat segít, mert akkor minden nap el tudjuk felejteni a gondokat, a hibákat, és másnap reggel teljesen tiszta lappal tudunk egy új napot kezdeni. Szerintem egyébként ez tényleg egy jó adalék lehet ahhoz, hogy ne vonszoljuk, vigyük magunkkal a sok-sok sérelmet, hanem mindig tudjunk megújulni, és talán egy gondolat, amit itt kérdeztem, hogy vajon arra fel lehet-e készíteni a házaspárokat, hogy nem lesz mindig minden rózsaszín, és a rózsaszínköd is eloszlik, része esetleg mondjuk egy ilyen alkalomnak az is, hogy várhat rájuk is bármikor megpróbáltatás és krízishelyzet? Krízishelyzet az sosem jár önmagában. Krízis halmazok járnak önmagában. Tehát olyan, hogy egy krízisem van, egy életközepi válság, az nem biztos, hogy csak önmagával jár egyedül, hanem valószínű, hogy más krízisek is, a krízisek úgy vonzzák egymást. Nyilván ezekre próbáljuk felhívni a figyelmüket, akár olyan párok tanúságtételén keresztül, akik már megéltek együtt jó pár krízist, vagy túléltek, és tudják, hogy hogyan kell legyőzni azokon. Ezek óriási dolgok. Ahogy mondtad is, tehát, hogy megtanulni ezt a szelektív hallást, hogy mit kell meghallani, és mit nem. Mit kell elengedni, és mire kell úgy rágörcsölni. Mert sok olyan hétköznapi dologra görcsölünk rá, ami nem biztos, hogy a legfontosabb.
Hát nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy a nézők most nem szelektíve hallgattak, hanem itták minden szavad, mert ez mind olyan, amit nem szabad elengedni, hanem be kell építeni az életünkbe és a szívünkbe. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. A 30. jubileumi évét ünneplő Zenebarátok kórusa szervezett kórus hangversenyt Máté Szalkán, mégpedig a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színházban. A találkozón 10 kórus vett részt, most ebből mutatunk egy kis részletet. Thank you.
Indul a Hangpróba című műsorunk negyedik évada. Ahogy korábban a Kölcsei Televízió stábja, most is a Klub Hollywoodban rögzítette a beszélgetéseket és a produkciókat, az Öröm a zene amatőr tehetségkutató versenyen az idei évad 12 részből fog állni. Az 1. február 6-án kedden 17 óra 30 perctől láthatják a televízió nézői. Mutatunk egy kis ízelítőt, mit láthatnak a következő hetekben. Warm again. Maybe she needs me what I am. I don't know if we can handle the grateful love to be hand in hand again. I'm out of the crowd, I'm still on the side. The crowd's got me back. This is what we get. I'm out of the crowd, I'm still on the side. The crowd's got. Év múlva mit gondoltok, hol fog tartani a csapat? Előrébb. Semmit mondó! Nyáros dalok! Szentjük tele az héten! Letüdősök változást remélnek! Komoly tudás sem hozott már jelentős belétet! Úgy tűnik, hogy vége a jó zenének! Jó zenének, hey! De mi még azért itt vagyunk, hogy változtassunk rajta. Ha tetszett, majd másoknak is mondd el. Megmutatjuk mindenkinek, hogy csinálja ezt, hey! A debreceni rocker. Betonlégy, tehát ez maga az a kis, rovar, ami betonból van végül is, egy ilyen szobort képzeljetek el, nem az, hogy te betonlégy, tehát kemény légy, hanem ez maga egy betonból lévő kis rovar, egy légy végül is. Megmutatjuk mindenkinek, hogy csinálja ezt, hey! A debreceni rocker. Mutatja, hogy kell. A debreceni rocker. Megmutatja, hogy kell. Kedves nézőink, én mára elköszönök, ennyi fért ugyanis február első víkend adásába. Tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időpontban.
Addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok Önöknek, kollégáim nevében is. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!